Sziasztok, Kata vagyok, a Márkásbolt.hu csapatának tagja. Az alkalomból vagyunk itt, hogy a Márkásbolt támogatja a karcagi utánfutók csapatát, akik szombaton részt fognak venni az NN Ultra Balatonon, ahol 215 km távot fognak teljesíteni. Itt van velünk Icus, az utánfutók csapatának egyik oszlopos tagja, és szeretném tőle megkérdezni, hogy mi a célotok az ultramaraton teljesítésével. Elsősorban embereket szeretnénk motiválni az egészséges életmódra, a futásra, másodszorban lefutni a 215 kilométert, ami ugye 221 volt, de néhány nappal a verseny rajtja előtt változtattak az útvonalon, egy bizonyos helyen nem lehet útfelújítás miatt futni, úgyhogy szeretnénk lefutni, és aztán szeretnénk embereket motiválni arra, hogy egészségesen éljenek, sportoljanak, mert sima egyszerű emberekből is lehetnek sportolók, ha egy kicsit odafigyelünk magunkra, azt gondolom. Ez így van. És szeretném én megkérdezni, hogy milyen módon készültetek fel erre a nagy horderei versenyre? Mindenki egyénileg készül. Nem tudok olyanról most, akinek edzője van. Saját magunk munka mellett szorgalmasan edzünk, versenyekre járunk, felkészítő versenyekre, amiket aztán később beépítünk ebben a versenyben. Egy kis érdekesség lehet, hogy tehát milyen a csapat összetétele, milyen munkakörökből jöttek ezek a sportszerető emberek? Több mint fele egészségügyi dolgozó. Van két nagyon profi nővérünk, akik a Debreceni klinikán dolgoznak. Van három doktorunk lenne, de most az egyik közülük ő nem tudott hazautazni külföldről, tehát két doktornőnk van. Vagyok én ugye. Úgyhogy nagyobb részünk egészségügyi dolgozó. Ez nagyon dicséretes dolog, hogy a munkátok mellett még ilyen nagy fába vágtátok a fejszínteket, és tényleg elismerésre méltó. Ha jól tudom, csapatfutásban indultok, és elmondanád nekünk, hogy ez pontosan mit jelent, mit akar? 4 és 13 fős csapatok jelentkezhettek erre a versenyre, ami azt jelenti, hogy 215 kilométert kell lefutnunk, ahányan vagyunk. Mi most 8 fővel indulunk, és a 8 főnek beosztottam a szakaszokat úgy, hogy mindenkinek nagyjából egyenlő távolság jusson. Most mindenki úgy szeretett volna, hogy két részletben futja ezt a távot, és úgy sikerült megcsinálnom a csapatbeosztást, hogy mindig egymás után következünk, tehát nagyjából egyenlő idője lesz, ideje lesz mindenkinek a pihenésre. Úgyhogy egy órakor rajtolunk, tavaly előtt 21 óra alatt futottuk le, tavaly 20 óra alatt, most szeretnénk 18 órán belül lefutni ezt a 215 kilométert. Nagyon drukkolunk, hogy ez összejöjjön nektek és sikerüljön, és ugyebár, hogy jó idő legyen. A Márkásbolt.hu csapata a ti sikeretekhez szeretne hozzájárulni egy márkásboltos pólóval, amit itt láthattok, és azt most ünnepélyesen szeretném átadni Icusnak, és sok sikert kívánni nekik a hétvégi versenyhez. Nagyon szépen köszönjük. Minden jót szeretnék. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a Márkásbolt.hu csapatának, a tulajdonosoknak, és ígérjük, hogy nem hozunk szégyent rátok. Szurkoljatok nekünk! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket Instán és Facebookon is, és tudjátok, Márkásbolt.hu divatot szállítunk!